leopárdok, oroszlánok, kafferbívajok vették hatalmukba a Károlyi kastély kiállító termeit, de a gyűjteményben elefánt, zsiráf és hüllők is megtalálhatók. A szatmárnémeti születésű Páncél Zoltán üzletember élete során beutazta az egész világot, ilyenkor általában vadászpuskáját sem hagyta otthon, ezt tükrözi trófea gyűjteményének sokszínűsége is. A vadászat iránti szenvedélyét felmenőitől örökölte, szép nagyapja a Károlyi grófoknak szervezett vadászatokat, a dédapja pedig a Nagykárolyi Vadásztársaság alapítója volt. Páncél Zoltán gyűjteményét eddig csak barátai és ismerősei láthatták Temesfői házában, halálának egyéves évfordulóján viszont teljesítették kívánságát, és megnyitották a nagyközönség előtt a trófeáiból és több mint 200 darabos fegyvergyűjteményéből álló kiállítását. Örököseinek hátrahagyta, hogy helyezzék letétbe ezeket a Nagykárolyi kastélyban. Ebből egy állandó tárlatot hoztak létre. Nekem a legjobban tetszett az oroszlánok, meg a nagy elefántfej, meg a kígyó. A trófeák elhelyezése nem volt könnyű dolog, főként a 400 kilós elefántfej okozott fejtörést a múzeum dolgozóinak. Feltettük egy szőnyegre, és azt cibáltuk. Négyen húzták, négyen toltuk, úgy hoztuk fel a földszintről, és 13-an emeltük fel. Alá tettünk egy acélrudat, a nyaka alá megemeltük, és akkor ketten emeltük az ormányát, négy fogta egyik agyart, négy a másik agyart, négy a rud egyik végét, négy a rud másik végét. A kiállítás első napjaiban több százan voltak kíváncsiak az állatokra, legtöbben gyerekekkel érkeztek. Ritkán látható, hát hogy is mondjam, jelenség, ilyet még állatkertben sem, tehát ennyire test közelből még állatkertben sem láthatják az állatokat. Na most a felnőttek véleménye az ugye megoszlik, erősen megoszlik a vadászatnak a hasznosságáról, vagy elítélhetőségéről, de minden szempontból, illetve a gyerekek szempontjából egyértelmű, hogy ilyen formában hasznos dolog. Tehát mindenképpen nevelő, oktató szerepe van. Én azt hiszem, hogy az utolsó 10 évben ez a gyűjtemény sorozat tetszik a legjobban. Itt vannak fegyverek, vannak különböző kardok. A kiállításra olyanok is ellátogattak, akik személyesen is ismerték őt. Szatmár Németiből jöttünk át Nagykárolyba megnézni a Páncél Zoli bácsi ránk hagyott örökségét, mert nekünk jó családi vagy jó ismerősünk, barátok vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy egy hétvégi programként megtekinteni a Károlyi kastélyt és a benne ezt az új kiállítást. Páncél Zoltán üzletember humanitárius tevékenységei által vált ismerté, amiért a jeruzsálemi Szent János szuverén máltai lovagrend lovaggá ütötte, és a rendi állam gazdasági miniszterének választotta. A szorvány magyarságért is sokat tett. Rendkívül nagy szerepet játszott a kulturális élet, kulturális rendezvényeknek a támogatásában és szervezésében. Ő volt az, aki Temesváron megalapította a Csepü Rágó rendezvénysorozatot, és anyagilag és morálisan támogatta a magyar közösségeket a bánságban. Igazából 2009-től vállal még nagyobb szerepet a magyarság életében, mikor kinevezik Magyarország tiszteletbeli konzuljává, és Temesváron tevékenykedik, és főképpen a Temes, Gors, Krassó, Szörény és Mehedinc megyében élő magyaroknak az életével foglalkozott. A Nagykárolyi kastélynak egy év alatt mintegy 50 ezer látogatója volt. A felbecsülhetetlen értékű trófea kiállításnak köszönhetően a turisták számának növekedésére számítanak. Egy nagyon fontos dolog a városnak, hogy ez a kiállítás megtekinthet a Nagykárolyi kastélyban. Turisták szempontjából mi reméljük, hogy ebben az évben csak ez a kiállítás több mint 10 000 embert ide fog vonzani. Hasonló gyűjtemény Romániában csak a Bukaresti Természettudományi Múzeumban látható.